Azt mondja, hogy a sárga turbánok átvették az irányítás Man Dongshang fölött, azokat legyőztük. Habár Huang Fu Dallas szerint a generális elküldte az Imperial Court, várján? Akiket a generális küldött, ez a birodalmi, nem tudom mi, court. A maradékok összeálltak egy újabb parancsnok alatt, és folytatják a Man Dongshan-nek a fertőzését. Nem itt voltunk? Na mindegy, bejöttem ide, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Mellékküldés? Már itt lehet jönni ide? Szeretnék visszamenni arra a régióra, ahol ott hagytuk ezt a miniboszt, amit miután legyőztük a disznót. Mert gondolom, hogy a disznónak a kiírtása tette elérhetővé ezt a helyet. Aha, ezek szerint már ide jöhetek mellékülnézni. Jó, menjünk. Itt megpihenünk. Megyünk. Nem tudom, hogy kellett-e, valószínűleg felesleges volt. Ez ugyanaz a terület, látod, csak másik irányban. Másik, tehát hogy visszafele tudunk most menni onnan, ahonnan jöttünk. És látod, az ott most megint be van teljesen. Hagyd a baszt! Gyere onnan le! Hát nem jön le. Áhú, te hülye! Na hát csak megnyertem! Ott is van valaki, erre rá lehet ugrani felülről. Jobbra nincs senki. Minden pálya után kapsz egy melléküldit majd. Aha. Mint a Nióban. Perfekció. Kutya. Nem érti. Nem érti a dogó, hogy mi van. Ijász. Ez a rank 1 steel, ez király, hogy jön, de nem király, hogy jön, mert rank 2-re volna szükség, tehát most ez csak arra jó, hogy alapfegyvereket tudjunk upgrade-elni. Feljebb ment a fortitude rank. Ide leugorva látnék egy íjászt, de annyira lentre célozni nem is tudnék. Visszafele kell mennem. Hát ez már egy ilyen Nio mechanika, tehát ilyen ismert dolog. Gyönyörű. Hogy újra felhasználják a pályákat és oda-vissza végig kell mennünk rajtuk. Ott van bent valaki bal oldalon. Kettő. Na, hát elnézést kérek, de hát mi volt ez? Ügyesen csinálta, nem mondom. Jó, ide is rakunk egy marking flaget. 12-es rank. És a fortitude azt jelenti, hogy nem mehet ez alá a morálunk, ugye? Tehát, hogy nem tudunk ez alá beesni. Az egycsapásos volt. Hagyott egy kis lootot maga után. Bárhányszor meghalunk, ez így biztosítva van számunkra. Ez a szint. Volt lent egy Jani, már eltűnt. Szemben hagytunk valamit az íjásznál. Hiába megyünk körbe. Úgy látom, hogy semmi... Aha. Te vagy az. Nem lesz neked szar, hogyha itt elverlek? Hát érdekes támadások. Inkább egy picit ráiszik a vidéki, mert... Hoppá, itt nem akartam volna leesni. Nézzünk ki az, aki észrevett egy íjász szemben. Szerencsére ezek túl gyengék ahhoz, hogy gondot jelentsenek. Tettünk fel innen is nyílveszőt, szerintem abból már nagy gondjaink nem lesznek, alul nem látok senkit, mert hogy elköltöttünk a 80 ezeret arra, hogy csak nyílveszőket vásároltam, miközben meg ugye biztos lett volna a játékban valami érdemleges is, amire elköltettem volna a pénzemet. Ez nem így kell, de most már így csinálom. Lol. Haha.
Ennek is ott lett a vége, és most már lehet szintet is lépni akár. Sárga turbános champion helmet. Na, helmetet nem sűrűn kapunk a játékban, úgyhogy nézzünk rá gyors. Ó, most azonban megjött egy csomó, nézd csak. Ez egy kicsit felemelni az equipment weight-et. Hát... Nem is tudom. Nem lehet olyat csinálni, hogy kikapcsolt, hogy mutassa ezeket? Biztos, hogy az optionsben van rá lehetőség. Minél könnyebb, annál rosszabb. Hát nehéz eldönteni, hogy melyik lesz a legjobb. Még a földre kellene nyomatni nem egy kevés pontot, többet is. Akkor maradjunk így. Szevasz, White Angel! Hogy vagy, Mizu? És amikor itt járkáltam, akkor itt volt lent egy enemy. A kutya mögött kettővel. Hát ezt nem így kellett volna elképzelni, ugye? Mondjuk a kutya nem tud feljönni. Jaj! Dehogy nem! Már ott is volt. A büdös mindenségit. Hiszen itt 2 méteres magasságokba ugrálnak fel a kutyák. És akkor nézd meg, itt van bent a... Miniboss, ugye? Lent. Nem, csak egy valagember. Te ki vagy? Micsoda? Ő Bokai? Nem is látom, hogy mit csinálsz. Szar volt. Ez bizony elvert. Szerintem nem a szimpla csapatot húztam be, hanem lehet, hogy pont a küldetésnek a lényegi enemijét. Aztán persze ki tudja. Lehet, hogy ő a fő target, a célpont maga, akit meg kell, hogy semmisítsek. Te ki vagy? Erős. De erre azért nem számított. Whole Arm Podau. 3-as szint. Nekem 2-es szintű ritkaságba nyomja. Hát hogyha feltápolnám ebből, még az is lehet, hogy valami jobb lehetne össze. Pakolva. Itt B szintű scaling van arra át. Igen, ez nekem azért jó, mert ez pont földből scale-el. Ami nekem a legmagasabb. Szembe az íjász gyerek. Viszlát. Lent van ez. A kutyától. Idébb. Töké. Kutya. Komoly. Komoly benyomja a dobó. Íjász. Őről elfejlkeztem sajnos. Innen nem lehet kritet lőni fejre? Van valami kategorikus különbség Nioh-hoz képest, amelyet nem Nioh, és csak a nevében? A harcrendszere, igen. Máshogy működik a játék harcrendszere, nagy mértékben a perizésen múlik sok minden, ami nem volt jellemző a Nioh-ra. Ilyen mértékben nem volt legalábbis jellemző. Kaptunk egy Great Wooden Hammert. Az miféle fegyver? Hát amúgy nem lenne rossz. Nagy damage-e volna. Nézzük meg, hogy hogy működik, jó? Kíváncsiságból. Aha. Nehéz, de mocskos nagyot ver. Ez meg van suhintva, akkor tudod, hogy meg vagy suhintva. Podau level 2-t kérem vissza magunknak. És a kovácsot így ilyenkor hol találjuk meg? Fogalmam nincs. Kicsit visszajövünk ide megnyugodni. Itt van fent egy íjász. Úgy akarok bevenni tovább a csicskákhoz, hogy... az anyád úristen itt te. Hogy közben szintet lépek, emiatt szarakodom most annyit. Ez egészen jól ment. És akkor szembe volt még az ugrálós majom, ugye? Á, nagyon rendben van a játék. Nagyon-nagyon. Annyira fogom várni, hogy legközelebb is játszassunk vele, hogy nagyon. És feljössz ide amúgy? Szóljál.
Jó. És ott van lent még Feri. Jó van. Akkor ezzel meg is vagyunk, és a szintlépéssel is talán. Még nem, de közel. Talán 5600-nál lehetett. Hát viszont nem maradt más enemi, ugye? Ellenben ott van egy tárgy, amit még nem vettem fel, úgyhogy itt az idő erre is. Ott van még egy. Ne legyünk csicskák. Ó, sárga turbános garb. Keményet kap. Bladianát megbosszultam. Ott is van a szintlépéshez szükséges mennyiség. Mehetünk. Nyomjunk még egyet szerintem a vétrésióra, mert látszik, hogy a tárgyak tekintélyes mennyiségét nem tudom egyszerűen felvenni. Nem tudom használni őket, és ez engem zavar. Viszont, hogyha abból szkélelő fegyvereket használnánk, akkor sokkal királyabbak lehetnénk. 15 éves koromban beléptem a seregbe. Ez volt az achievement címe, amit itt megszereztünk. Jaj, veled mi van? Ügyesen csináld, nem mondom. Gyönyörű harcoknak vagyunk szemtanúi, de nem tetszik, hogy megbántott, úgyhogy leülünk vissza. Át kellene szaladnom a barlangig? Lehet, hogy nem tudnak utánunk jönni. Szia YTV, hogy vagy, mi a helyzet? Szevasz! Nem volt jó? Hát jó, de hát ebből így rengeteg XP-t ki lehet szedegetni. Nem akarom, hogy megbántson, tudod? Azon a lényeg, hogy ne tudjon megsebezni, és megint ott van. Hát ez gyakorlatilag a farmolás maga. Őrület. Nagyon királyek a harcok. Ebben másabb, mint a Nio, hogy itt totál más a rendszer. Az istenedet már. De nehéz dolgom van vele. Itt szájba rúgtuk. Oda nézzenek, micsoda fegyvereket lehet kapni. Polarm, Podao, meg Kajal, van itt minden. Itt a level 2-es. Hát ez meg izé scaling, HP scalinges. Deflect difficulty most úgy néz ki, hogy kék. Láttad ezt egyébként Iron Guard? A 104%-os difficulty-re írta azt, hogy kék. Tehát az volt a jobb. Nem tudok gyorsabban menni. Kellene egy movement speed boost. Sárkányt behívhatnám a csicskák ellen. Na most jó volt. Jön az íjász. Meddig látta az íjász? Azt kellene, hogy megunja a támadást. Egyébként ezt néhányszor kiírtod, egyből van egy szintlépésed. Az ott mínuszos. Elmegyünk majd a lootért. Megint megbosszultam valakit, ott a kutya. Nagyon menő, hogy ugrásba egy csomó mindenkit el lehet itt intézni. Viszlát. ...3700-nál járunk. Ugorjunk rá normálisan? Ez az. Dupla kutya támadás. Így kellett megtörténnie, most tökéletesbe megyünk, mert sebezhetetlenek voltunk eddig. Rank van, steel van ide kidobva. Nézzünk be ebbe a barlangba. Le fogom hívni segítségül a Divine Beast-emet. Így a végtelenségig lehet szintezni? Majdhogy nem, igen. De nem ezt szeretnénk, tehát nem fogunk farmolni. Nem grindolunk a játékban. Ott van Bokai. Ő az, aki level 20-as csicska warrior. Kicsit körbenézünk. Itt valakit már meggyilkolt. Nem fogok beadni egy potit erre. Viszont, hogyha erről jöttem volna, és csak. Most ez be lesz zárva. De van lootunk. Ó, bambuszi level 3.
persze. Hogy mitől jobb ez? Attól, mert van Lightning Resistance, meg Flame Attack Power rajta. Nézzük, mi van itt még. Ott lehetne egy jó kemény Weight Ratio feltolás. Minden más elég csicskának tűnik. Hát ezek még jók lehetnek. De ez itt 4-es. Ritkaság számba megy, ez meg 3-asba. Martial Arts Spirit Consumption. Kevesebbe kerül a arcművészet. Kicsit tolnánk csak a nehézségen. Itt meg lejjebb vennénk. Hát sajnos semmi jó nincs. Mehetünk tovább. Na most le kell, hogy ki kell, hogy szivassuk azokat, akik ott vannak. Itt ezt megemelem. Viszlát. Ott is van egy tárgy. Lerakunk egy flaget. 13-as fortitude rank. Na nézzük ezt a tárgyat itt. Itt is van valami. Rank 1 steel. Ez mi? Ó! Oh, egy helm. Level 3-as. Rarity-ben. Nézzük csak. Azt mondja, hogy pozitív effekt, duráció. Annyi minden statot kell elolvasni folyamatosan, hogyha itt lejjebb vennék ebből egy picivel, és ezt használnám. Cserébe viszont felraknám ezt, akkor csak egy kicsit emeltünk a weight ratio-n, és ez így jobb lesz nekem. Nos, mehet egy headshot oda. Gyert, felugrik. Egy megvan. Egyikünk se tudja támadni a másikat. Veled mi történt, csicska gyerek? Jaj! Sárkány! Nem ért meg a sárkányom. Vagy lehet, hogy nem ért meg a sárkányom. Ezt meg nem adta be. Nem adja be! Az komoly. Az komolyan kaptad. Istenem, miért vagy ennyire gyors? Elugrik. Tökéletes. Vége. És valóban ez volt a... az itteni boss. Őt kellett ott lent kiszabadítanom? Aha. Lehet leclimb down-olni. Kaptunk szép mennyiségben XP-t. Éppen hogy csak meglett, azért szarakodni kellett ám vele. És akkor kaptunk rank 1 leather-t, 3-at, meg mindenféle extra dolgot. És akkor... mehetünk a kúrens main battlefieldre vissza, ahol a többiek várnak ránk. Kaptunk egy szintlépést, de mindenféle loot, ami ott maradt a pálya másik oldalán, az ott maradt most. Ez most egy kicsit nehéz lenne megállapítani, hogy vajon mik lehettek ott, de... reménykedjünk a legjobbakban. Bocsánat, töltök egy pohár vizet magamnak. Nagyon benne vagyunk a játszásban. Remélem, hogy nem unjátok a játékot, meséljetek, mert kicsit úgy látom, hogy bealudt a társaság így éjfél környékén. Még van egy óránk, amit beleteszünk ebbe a mai epizódba. Aztán lehet, hogy 3 felé fogom majd a vodot elvágni, hogy ne legyenek annyira hosszúak. Nem sietünk a területekkel, mindent megnézünk, mindent megcsinálunk. Ha most idejövök és azt mondom, hogy level up-olunk egy picit, akkor lehetne extra HP-t nyomatni, lehetne még több weight ratio-t, most már 46,5 kilót cipelhetek magamon, 6600 a következő szintlépés. Ha travelt választok ki, akkor ezt megcsináltam, igen, de nézd meg, egy csomó minden nem lett meg benne. Tehát nem lett meg benne egy darab banner, nem 4 darab banner, meg egy darab shrine. Érdekes. Na most akkor ilyenkor mi van? Hogy megyek vissza oda? Remélem, hogy így megyek vissza.
munka volt, interjúztam is. Fussball is volt. Na és akkor jót futottál? Álmoska vagyok, hosszú nap volt. Kedden felmondasz? Hát de ideje van, hogyha már több helyen is fel akarnak venni, tehát már ott tartasz ugye a felvételi procedúrákban, hogy tártkarokkal várnak. Én nem értem, mi baj ez a játék, hogy bárkinek mondom, úgyhogy nem vagyok szóhasz van. Hát az, hogy az irányítás nem sikerült jól, a keyboardon elég hülye kiosztásokban van a játék. És akkor ide jöttünk vissza. Akkor melyik lett volna az előző Battlefield, ahol ott hagytuk a minibosst? Mert én azt annyira szeretném elintézni. Kétszer-háromszor megölt engem, lehet, hogy a Part 1-ban volt benne. De csak nem, hát ez még a level 1. Nem értem ezt. Sorry, de nem vágom. Ezek szerint itt kell, hogy maradjunk. Akkor igyekezzünk nem kihagyni minibosszokat a játékban, mert látszik, hogy nem annyira akarja nekünk a visszamenetet garantálni hozzá. Nem is értettem volna, hogy hogyan jutatok be oda, sajna. Nyertem egy kulcsot. Itt Mókinál is olyasmit rajzolok? Mármint micsodán? Ma interjú technikai része nem volt annyira fényes. Pár dolog, amire ötletem sem volt, többi része jól ment, meglátjuk. Na jó, de hát nem kell, hogy elvárják, hogy mindent is tudja azonnal. Micsoda? Five Phases Affinities. Ez mit akar mutatni? A föld fázisa... Mi? Nem, a fal földet. Föld a vizet. Counterary. A metal a fát. Még egyszer. Vannak wizardry spellek az öt fázisban. Interaktolnak egyik a másikkal. Ezt megértve counterelhetsz egy spellt magát. Vagy a pozitív-negatív effekteket, amiket ezek okoznak. A fa. A földet. A föld. A vizet. A víz. A tüzet. A tűz. A metált. A metál. A fát. Jó, és a vizet mi counterelte? A föld. A föld. A fát a föld. A földet a fa. A vizet a föld. A tüzet a víz countereli. A metált a fire. Tehát, hogy víz ellen földel. Cherry Part of Me, az nagyon jó kis játék volt. Nekem nagyon bejött az. Jaj, csicska öreg. Elhitte, hogy itt nagy spellekbe lesz, aztán lenyilasztam. Viszontlátásra. Nagy varázsló volt a csávó, láttátok? Már elkezdte volna a staffjával kasztolni a spelleket ránk. Ilyen kár, hogy a végén benyelte. Nem nagyon tudok által menni, úgyhogy mindenképp erre kellene menni. Nagyon szép a grafika, nagyon szépek a helyszínek is. Ott áll olyan, mint hogyha Nioh 3-mal játszanék, más harcrendszerben. Úgyhogy ez a kettő csávó jön most utánunk. És nem lehet őket elzavarni. Jól tettem, hogy leugrottam vajon? Mindjárt kiderül. Itt egy láda, rank 1 leather, rank 2 leather meg steel van benne. Ezek szerint lehetne tápolni a fegyvereinket megint. Nem tudom, hogy a vízbe mennyire... Jó, bele lehet lépni, minden oké. Rank 2 leather. Ezek szerint leatherrel lehet a felszerelésünket is fejleszteni majd, tehát hogy az armort fejleszteni. Sziasztok! Ez szar volt. Hiába nyomtam, már későn nyomtam. Crushing Defeat. Úristen, úgy elkaptak, hallod, attól kódultam. Még egyszer. Innen indultunk meg. Valahol leugrottunk fél úton, ugye? Itt volt a Maki varázsló. Ezt mindjárt megnézzük, hogy mit tud csinálni. Napokat. Semmi sokat. Vagy kitértünk a másik elő, amelyik éppen érkezett, ugye? Hol? Haha! Perfekció, mehetünk tovább. Hát ki vagy? A haverok fejezték be helyettem, mert elugrált. Itt volt, ahol leugrottunk, azt hiszem.
És mi lett volna itt balra még? Ott van Feri. Azt mondja, hogy bátorítás. Eredj és fel meg lent. Aha, és ezzel lehet őket bátorítani, a társaidat. Hogy milyen akciót fog csinálni, az attól függ, hogy az öt fázis közül melyikhez tartoznak. Jó van. Tehát ott egy haver, és akkor rá lehet küldeni. Jó, értem. Hamarabb öltem meg az íj használat miatt. Ott van a barátunk, aki meggyilkolt, rajta kellene bosszút állni. És... Szia, L4 Gordon. Szép estét, hogy vagy, mi a helyzet? Mondom, hogy más nem fog beleszólni a harcunkba. Azért legyünk nagyon óvatosak, hogyha erre counterelném, akkor erre ráugrom. Csak tudod, hogy ne legyen ebből gond, hogy erre jövünk majd mindjárt. Itt nem fogok offeringelni. Egyre idegesítőbbek ezek a sár vagy fehér villanások. Ne csináld, hogy megint megölt. A nem jóját. Hoppácska. Jó, hát most hozzuk egálba azt, hogy az előbb néhányszor megöltük azt a csicskát az előző mellékküldén, és ott vesztettünk, vagy nyertünk XP-t, itt veszítünk viszont ezen, tehát nagyjából a balanszunk az eddig tökéletes lesz. Mi volt, amit csinált vajon? Oj! Szevasztok, Moszkvai, köszönöm szépen a raidet. Mi a helyzet? Hogy vagytok? Milyen volt a mai stream? Meséljetek, hogyan szórakoztatok, ha szórakoztatok. Szevasz, Bogetsky! Hogy vagy, mi a helyzet? Nem hallottam rólad a héten. Remélem, hogy jól vagytok és hogy jól éreztétek magatokat. Mi éppen a Valong című őrülettel játszunk, ami annyira király lett, hogy nagyon-nagyon. Fú, imádom. Minden percét élvezem és alig várom, hogy legközelebb is játszassak vele. Ezek akkorákat nyalnak. Hát nem semmi. Zseniális ez a játék. A harcokat, a grafikát, a mozdulatok, a kombók, a mindenét tekintve. Szabó Robert, üdvít nálunk a vészkórusban. Kösz a követés, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagyszarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Miért nem adta be? És mi lenne, ha lejönnék inkább ide egy picit, megnyugodni? Egy megvan. Hát nem kellene, hogy nehéz legyen ez a mob. Mégis mocskosul az. Addig jó, amíg nem engem nyomat. Megígérem, hogy visszafizetem neked ezt a kedvességet, mondja a csávó. És akkor, hogyha azt mondom, hogy eredj, menjetek, akkor Guanyu ráugrik és meg is gyepálja a csávót. Nagyon király. Hát lehet küldözgetni az ally. Zött. Ott is van. És most az egyik. Hoppá. Hoppá. Na ez igen HC volt. Mi támadás lekent a gyereknek? Oj. Nyertem egy kicsit. Várjál már. Nincs több HP potim. Mit tud ez a játék? Kérlek szépen, ez a Nio 1, a Nio 2 fejlesztői csapatának következő játéka. Egy igazi Souls-like gyönyör, aminek sikerült új mechanikákat hozni ebben a zsarrába, ami azért eléggé ritka, tehát hogy gyakorlatilag utoljára szerintem új mechanikákat a Sekiro-ban láthatunk, és ahhoz képest is. Hát ez valahol félúton van a Souls-ok és a Sekiro között. Milyenek voltak a meccsek a bajúban? Battle flaget felhúzzuk, hogy egy picit megpihenhessünk. Ettől megkapjuk vissza a... Ó, a Fortitude rank az egészen kicsi itt most, na mindegy. Visszakaptuk a potiainkat, szevasz! Szép counterrel! Tökéletes, tökéletes! Na várjál, mert amúgy másik irányból is jöhettünk volna fel. Több minden van itt még, amit nem fedeztünk fel szerintem, mint amennyit igen. Minek utána leültünk, ezért most volt egy respawn.
Ghost of Tsushima-t is megihlette? De hát az volt előbb. Ez volt később. Inkább a Tsushima ihlette ezt, nem? Érdekes, hogy aktiváltuk a shrine-t és... Amit az igazából csak egy zászló. Hát furi. Furi. Várj, itt nem akarunk leesni. És hogyha jobbról mentünk volna... Emlékeztek? Volt egy ilyen hosszú járat. Na én oda akarok benézni, de lehet, hogy pont azon szaladtunk most végig. Kicsináltunk mindenkit, és itt volt balra egy... Ja, hogy ezen jöttem végig. Akkor most azok, akik itt vannak lent, azok megvannak? Megvannak csinálva, igen. És hogyha nem itt mennék, hanem itt lent, na itt lenne még akkor a következő rész. Gondoltam, hogy valami kimaradt. Nézd, ott van valami benga. Ez egy varázsló. A rohadás. Oké, egy gyenge varázslatot nyomott ki. A Little Pig CC-t megbosszultuk ezzel. Ide egy marking flaget felrakok, hogy a fortitude rankem az növekedhessen. Ezáltal a morálunk nem eshet most már 3-as szint alá. Oda felugrálni, szerintem inkább lefele kellene. A hídról kellene lejönnünk, jó? Most akkor induljunk el vissza. Bármint, hogy csak idáig. Ahol a shrine-unk van. És ugorjunk le itt balra. Remélem, hogy leengednek. Mi ez? Spook hang. Milyen pók hang volt? Te is hallottad? Akármi is volt ez. Szerintem itt van egy mágus, én meg elégek. Jézusom! Várjatok, mert nagyon szar helyen vagyok, a kutya már ugat. Egy megvan, menjünk a mágusra. Itt nem talált el. Zsán fejjel meg a másik haverunkkal egy kicsit növelődött most a kapcsolat, a bond, a kötelék közöttünk. Ott lakik bent valaki, nézd csak. Ott lakik a nagy lepény. Mi ez? Ja, ez egy undead volt. Azt hittem valami pók van oda bent. Sárga turbán bandita bandána. Marha jó. Nagyon élvezem. Rég volt, hogy ennyire élveztem utoljára a játékot. Pedig amúgy a Wasteland 2-ben mindig nagyon bele szoktam feledkezni. Ez egy igazi komfortjáték, ami egyszerre egy pihentető játék magamnak, és egyszerre tartalmazza a kihívásokat emellett. Mondom én, hogy van itt valaki? Azt a büdös mindenit! Jó, hát az rám ugrott, azt hittem, hogy a haverokra fog célozni, de nem. Sajnos az elintézett. Igen, a kerekerdő közepén. Na még egyszer. És halljátok, hogy ez olyan... Ne, a bogarak felszálltak a hulláról. Azt hallottam meg történni. Hát összecsaptunk és... Ő járt rosszabbul ebből. Nincs nálam nyílvessző. Hogy lehet? Hát vettem vagy 80-at. Hát ez gyönyörű. Várja, mert ebben az irányban mentünk eddig. Még nem tudjuk, hogy melyik az, amelyik előre vezet, melyik az, amelyik hátra. De ide felugrok most, hogy ezt megverjem. Király, hogy nem lehet leesni egyébként a platformokra így fight közben. Szerintem egy jó kitaláció, hogy itt láthatatlan falat ilyenkor beraktak. És akkor most lentről támadnánk azt a helyet, amit fentről néztünk még az előbb. Király. Nyilvesszőm továbbra sincs. Azért mindenek előtt én mégiscsak tovább mennék erre, hogy megvizsgálhassam a helyszínt. Ott van lent még egy mágus. És hogyha itt körbe mész, akkor merre mész? Lehet, hogy nem kellett volna leugrani a hídról, de... Na, ezek gyilkoltak meg. Elég ilyen dűlöngélősre vették a formát. Érdekes, mert sokkal jobban sikerült, mint legutóbb. Ott van a revenge. Visszakaptunk mindent, egy szintlépésbe is lehetne nyomni már is. Azt hiszem leestem.
Valami rám esett hátulról. Nem mondod, hogy jó kai mozgása van. Pontosan, mint az előző részben, ez a rádeső mozdulat onnan jöhetett, a Nioh-ból. Hát szemben még mindig lennie kell valakinek, és van is bizony. Csupán az XP miatt ki akartam ezt írtani. És akkor most arra felé vagyunk arccal. Vagy itt erre is mehetnék. Hát most, hogy leestem, én inkább visszamászok erre. Bogi, mikor fogunk már hancsódánolni? Innen ugrunk egyet. Csicska gyerekre rámegyünk. Ő mit sem tudott meg ebből. Nem érzékelte a halálát, eddig is halott volt. Hát nem tudom, hogy erre kell jönnöm, de most erre is jövünk. Ott van valami nagy. Az megint egy olyan cica, akivel már egyszer meggyűlt a bajom. Talán akkor lehet, hogy nem lenne hülyeség szintet lépni. Te az Haxorz, jó estét, hogy vagy? Egy megvan. Gyerünk balra. Valami jön rám jobbra. Oj, de elkaptam! Júj! Elég bal szerencsés volt a csávónak. És most melyik részen vagyok? Már egyre nagyobb ez az área. Keményet nyeltem. De ő is. Szerencsére a damag egészen kielégítő. Ide feljöve valami nagy lootot láthat. Hú, az anyád úristen, itt nagyon nagy a gond. Kapjuk egy szimitár. Én előbb lootolok, utána verem a bengát. Segítek neked, jó? Oké, felkelt. És vissza lehet küldeni rá. Felkeltem őt is. Megint megbántott. Kicsit nehéz kiismerni, hogy mikor milyen támadása van. Megint megtámadott sajnos. Azt a nem jóját! Nem is láttam jönni. Jó, ezt nem láttam jönni, ez butaság volt tőlem. Meglepődtem a sárkányon, és totálisan... Hát vagy 5000, 5000 izét kit benyelt tőlem. Te van Spectral, hogy vagy, bizony? Ezt a helyet sem tisztítottam ki, pedig a Fortitude ranket, azt itt lehetett volna szerintem feljebb tolni egy picivel, úgyhogy menjünk erre mégiscsak. Aha. Csicska 1-es, Csicska 2-es. Csicska Benga. Lesz a 7-es, őt kell kiírtani. Egy nagy ugrással. Gyönyörű. Kemény emberi. Álljunk hátrébb, HP. Gyönyörű! Többen meghaltak, nagyon jó volt. Ott a varázsló. Már halott. Dura munkanapod volt? És megint jössz vissza Magyarországra. Most már, én már nem tudok itt mit gondolni. Szerintem most már nő van a dologban. Ez igen. Spektrális mióta tart? Odaó. Meg egy witch mask. Ez mi lesz? Battle flag felállítása. Ez egy shrine. Ó, hát akkor nyomjunk fel egy picit. Nyomjunk fel oda egy level up-ot. Lehetne HP-t pakolni magunkba, vagy lehetne akár a max weight ratio, nem tudom, hogy hova tolom most már, de tolom tovább, nem érdekel. Sebzésünk meg olyan, mint egy gyereké. Titles, title list, kaptunk egy koordinációs bögrét. Ez arra jó, hogy tud, hogy hol nem esik le a bögre a szekrény szívéről, várjál. Az Iron Sword, mit kaptam az előbb? Ezt a scimitárt.
Na, erre vagyok én kíváncsi. A deflect difficulty sokkal egyszerűbb vele. Hogy működik egy szimitár? Ó, de király! Ennek megtolnám azért a damage-ét a kovácsnál. Nézd, milyen király támadások vannak a martial arts-ban is. Na jó van, hát nem tudom, mi legyen ezzel. Megpihentünk, és ezek szerint itt már nem tudnak újra éledni a mobok, hiszen a mi zászlónk foglalja el a területet. Ismét láda. Bamboo crossbow. Crossbow quarrel. Hát én megmaradok az íjaknál. Ott egy dobó. Gyönyörű. Működik ez így is. Mindentől függetlenül. A level 1-es szimitárral. Miért ugratok le? Mindenhez most már akkor nyomjátok. Oj! Elfelejtettem a spellminátort. Sokkal gyorsabb, és emiatt a pörgősége miatt jobban tetszik nekem most, mint a halberd. De azt nem lehet tudni egyelőre, hogy ez miből scale-el. Pont nem azokból, amiből szeretnénk, hogy scale-eljen. Itt van egy kicsit már jobb dolog. Ezek szerint a kis kardok nem fognak tudni, csak a polármok scale-elni a mi statjainkból. Ez igencsak sajnálatos. 104. Nem fogunk olyat találni. Ez a wooden spear, ez még oké, de ez is gyenge, meglehetősen. És ez volna a nekünk való fegyver a base scaling miatt. Hát jó, akkor megmaradunk ennél egyelőre, de tetszik nekem az is, hogyha kardra tápolódunk, és annak pakoljuk a statokat alá. El kéne, hogy intézzük ezt a bengalényt. Sárkány fiókáját. Ez egészen jól jött most ki. Feleségem van már több mint 2 éve. Hát de itthon magyarban? Az egy kutya? Fuck. Gondoljuk ezt át. Szevasz! Hát rész hányan jönnek fel. Hogy lássák a kisded Jézus születését. Ez igen! Gyönyörű. Hátba verős technikák. Ez igen. Dobó tört láthatunk, rengeteget a földön szétszórva. Ezeket még el sem kezdtük használni, pedig egyébként be vannak téve, hogy használhassam. Fogalmam sincs, hogy melyik gombbal lehet. Még egyszer menjünk innen, ahonnan leestünk. Szerintem az, aki utánunk jött, az... amelyik itt volt, az utánunk jött. 4 poti. Hát reménykedjünk a legjobbakban. Itt, hogyha átjöttünk volna a hídon, úgy látom, hogy le lehetett volna ugrani egy másik tárgyért. Az kicsoda? Szia! Au! Azért ráküldök egy keveset, nem baj az. Mi? Number of Dragon Cure Pot uses plus 1. Ez mi volt? Azt miért írta ki? Mint hogyha azt mondaná a játék, hogy most még egyszer használhatnám a Dragon Potot. Igen, elhasználtam egy potit, és most megint 4 van. Ez miért történt vajon? Itt előttünk vár a cica, jobbra pedig a sárkány. Jó, hát akkor menjünk először a cicára. Nincs élveszőm. Itt nincs lent senki, ugye? Nem, jó. Marad a macska. Erős állat a macska. Erősebb vagyok, mint 4 éve. Nem volt jó. Még egy poti bemegy. És már a maradékot le kell, hogy tudjuk. Elküzdünk vele nagyon nagy erőkkel. Hát sikerrel jártunk, de nem volt éppen egyszerű. El kellett rá használnom mindet, úgyhogy maradjunk itt a Battle Flagnél. Szerencsére innen kitisztítottuk, és mindenkinek visszajött mindene. Útot nem hagyott maga után.
De ez egy fontos mob volt a progress tekintetében, hiszen innen egy kicsit a sárkányt könnyebb lesz majd elintéznünk, mint hogy nagyon messziről szaladjunk rá újra. Iszonyatosan király ez a játék, iszonyatosan király. Ezzel a cicával pedig lassabban kell küzdeni legközelebb, mert béna voltam. Majdnem megevett, még jó, hogy ennyire tankosra húztam magam. De le lehetne ugrani a ficsúrokhoz, hogy megint ugyanazon a hídon mehessünk át, és ott bent van egy bonfire. Menjünk vissza, nem bánom. Level nullás csicska gyász. Oldalra nem térünk ki, jó irányba kellett volna kitérni, és nem lett volna baj. Mit találunk ide bent? Semmi. Picit low budget Nio-nak tűnik, Wild Scores. Ez a játék jobb lett, mint a Nio, és a Nio készítőinek következő játéka. Oh. Hát magasabb büdzséje volt, mint a Nio-nak. Több, mint valószínű. Jaj, te. Jönnek a többiek is utánunk. Maradjunk ott, ahol eddig voltunk, ne essünk le. Emlékeztek, itt mondtam, hogy van egy loot lent valahol. Valamiért ezt a hatást kelti bennem? Na jó van, veled se beszélek többet, kösz, hogy jöttél. És csak itt lent volt valami, nem? Ahogy jöttünk át, volt egy másodlagos sírés. Amikor erre jöttünk, itt megpihentünk át, meg is fogok. Olyan király boss fightok voltak, hogy összefostad volna magad. Hát ki se jöttél volna a WC-ről, onnan hallgatnád a streamen. Kutya, kutya, hátba harap. Majdnem jó volt a támadásom. Elfőtt a staminája szerencsétlenek, annyit verdestik. Hoppá, vigyázzunk a vég. Oj! Az igen komoly visszalövése volt a spellnek. Wow! Nem szarral gurítottunk ez ügyben, azt hiszem. Ez gyönyörű. A bondunk increase-elődött, növekedett a csapattársainkkal. De ez pontosan miben nyilvánul meg, azt nem tudnám még egyőre megmondani, de nagyon örülünk neki. Azt, hogy néhol elhalkul a játék, néhol pedig hangosabb, azt mondjuk nem tudom mire vélni, hogy így harc közben azt mondja, hogy várjál, most egy kicsit kevésbé kiabáljanak. Ott is ott áll a Jani. A rohadás. És erre, hogyha leesel, akkor fel kell innen még négy. Igen, királyok vagyunk. Rengeteg XP-nk van. Menjünk a sárkányhoz vissza. Sajna nem találtam meg ezt a hidas helyet, amit kerestem. 0 óra 48 van. Mi ellen küzdötetek itt? Arra vagyok kíváncsi, hogy mit fogunk-e nézni a filmet. Megnézzük-e a tetovált lány harmadik részét, esetleg Zolinak van-e kedve, a többieknek van-e kedve. Oda kell majd által mennünk, ez már bizonyos. És itt alattunk meg flag van, tehát itt már jártam. Jó. Hogyha itt lenézek, akkor itt megtalálom azt a utcot. De ez megint egy másik híd. Üljünk le, itt volt a cica régen. Nyomjunk egy level up-ot a megszokottba. Ez most már 48,1 kilónyi felszerelés. Kemény film. Kemény bizony. Már a második részt megnéztük. Most már a harmadik jön. Van egy tárgy fent. Key fragment. Hogy nevet az öreg, amíg el nem lett vágva a torka, ugye? Ott hagytam valamit lent, valami felszerelést. Bocsánat. Nézzük meg még egyszer. Ó, mérgezett dobótőr. Abból kevesebb van a gémben. Ott is van bent valaki. Figyeljük meg. Ezt ugyanúgy megcsináltam még egyszer.
mindenkit kiírtva ezáltal. Ó, feljebb ment volna a Dragon's Cure használatunk, de nem ment feljebb, mert ugye... Maxon voltunk éppen. Viszont ezt most sajnálom, hogy itt viszont benyeltem egy damagét, úgyhogy ezt ki kell, hogy híleljük, és úgy kell tovább menjünk. Fent a sárkány mindjárt nyomulni kezd. Revenge szükséges lesz rajta. Dobótör 3, tehát távolról is ledobálhatnám, hogy haverok tankolják. És csak. Majdnem jó volt. Majdnem jó volt. Ó, várjál, ezek össze... Crushing Defeat. 12-ről 9-ig esnünk vissza. Majdnem elkaptuk. Nem a tegnapi volt az utolsó? Nem, az a második rész. Blade. Az első részt két részletben néztük meg. De ezt most már amúgy harmadszorra mondom ám neked. Még egyszer. Balra fel. Spellcasternek hullania kell. Nem lehet, hogy itt volt valahol az a tárgy, amit keresek? Lenne, essünk. Én nézz oda fel! Azokat a sziklákat hogyan halmozták fel úgy, ahogy... Mi hol? Erről az oldalról jöve... Megvan, itt van lent, aha. Hát ez is egy ilyen cikáda. Ott van az a mob, amit eddig is láttunk, és itt jobbról lehet visszajönni. Így. Visszamegyünk, megpihenünk. Sárkánynak hullania kell. Amerikai remék is tetszett? Bizonyos az is jó lehet. Á, nem. Nem ülünk le. Kevés HP-nk hiányzik. Emiatt nem fogjuk respawnoltatni az egész környéket. Menjünk inkább itt balra fel. Hát ezek a skandináv krimik ilyen lassú lefolyású krimik, de általában elég brutális a sztoriuk. Én szeretni szoktam őket. Nekem nincs velük bajom, hogy lassabbak a filmek esetleg. És akkor most lehetett volna... Aha, ezt hogyha megölted, akkor nézd csak, megiszod, kilútolod, és így visszajön a poti. Ezt nem tudom mire vélni, de működik. Előtt kapva. Istenem, hát nem megverezik. Bronze Dual Sword. Fent van a sárkány. Itt van lent loot. A másik irányból érkezik a sárkány majd, tehát a hátába tudunk lopakodni, csak nagyon lassan kell, hogy megcsináljuk ezt. Ezért lemegyünk ide. Én nagyon szeret... Hupci! Nem ugrott a karakter. Nézd, milyen keveset töltünk vissza. Jó, hát akkor menjünk a shrinehoz inkább vissza, mert úgy látom, hogy jobb lesz. Egyszerűen már megöltem a bosst, ő meg legalább 30 engem, most legalább... Láttam egy új move-ot. Nem semmi. Akkor egy kicsit leülünk szerintem. Ez igencsak szomorúra sikerült, hogy nem tudtunk átugrani. Én nem tudom, hogy milyen okból. Nyomtam az ugrást, annyira nem akarta érzékelni. Szia Giver, jó éjszakát, jó pihenést kívánok. Level up-olni nem tudnánk jelenleg. Menjünk már is tovább. Többiek elintézik, ugye? Csak elintéznek egy félig lecsicskított mobot. Megint támad. Érdekes módon most nem a heavy attack-kal támadott. Többiek jönnek velünk, mehetünk tovább, itt balra van valaki. Hihetetlen kitérő mozdulatok csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Kicsit összehullott a gyerek. Hál' Istennek így meg is van csinálva. Még egyszer. Nézzük, működik-e. 1, 2.
Itt is szerintem az ugrásnál is az időzítés számít. Érdekes módon itt fel lehet mászni valahová. Hogy, ja, hogy örökön... Tehát akkor mindig hátulról jöhetnék a sárkányra. Ezt nem tudom, miért nem vettem eddig észre. De most itt volt az ideje, hogy ide is betűzzünk egy flaget magunknak. Így, és a 19-es szintű sárkány ott áll előttünk, és csak azt várja, hogy menjünk hozzá, és meggyilkolhasson bennünket. Oda egy kicsit nehézkesebb átugrani, bár nem tűnik lehetetlennek. Nem tudom, hogy a fától le tudunk-e itt lenni. Igen, megvan. Hát ez csak egy egyszerű key fragment volt. Na, azt nézzük meg, mielőtt rámegyünk a sárkányra, hogy inventorunkban szerepele annyi. Hát ez 1200. Nem, szerintem ez még nem elég. 1400, 4300, tehát 5700-ból lehetne gazdálkodni szintlépést. Biztos, hogy nem lesz elég, mert 7800 kell hozzá. Oké, rendben. Megöljük a cicát, utána lesz szintlépés, lássuk. Itt vigyázzok, kell csak ugrálni. Most felénk jön épp. Skandináv krimikből én a könyveket szeretem nagyon, azokat olvasom főképp. Nagyon jól teszed olvasni, kincs. Ugye Norvég, de ez is nagyon jó film az eltűnés sorrendjében. És ott van, látod? Egyből lehet arcoskodni vele. Leugrott. Gyönyörű. Hát szétszivatjuk most ezzel, hogy ugrál. Hát nem tud mit kezdeni. Hát ez nagyon egyszerű volt így. Úron túl egyszerű volt. Erről az oldalról támadva, meg hátba támadva sokkal-sokkal könnyebb volt őt elkapni. És ott is van a szintlépés. Nem, azt hiszem, hogy nem ilyen maxos mob volt, hanem... Tehát nem... Inkább... Hát nem is tudom, hogy minibossnak számít-e. 1/5 flag van, kicsi flag, és 5/7 rendes flag. Vajon hol misszeltem el a többit? Ezen a helyen nem lehet beszúrni egyet a földbe esetleg? Onnan érkeztünk, tehát oda is megyek most vissza szintet lépni. Mindenki megnyugszik a környéken, majd level up-olunk. Hát a tűzbe is mehetnék a HP-val párhuzamban, hogy legyen egy kicsivel több dolog. Inkább 50 kilóig megyünk el. És már 50 kilót is majdnem magamon tudok cígölni. Ja, te visszajössz ilyenkor? Arra nem voltam felkészülni, várjál. Ujjajajaj. Erre nem voltam felkészülni, hogy a sárkány ilyenkor itt van. Lehet őt farmolni? Nem a legjobb dolog. Au. Szivatsz? Valami loot van a földön. Nem sikerült kivédenem. Azt hiszem egyedül maradtam. Keljen fel mindenki. Ez nagyon fájdalmas, amit csinál. Legalább többiek most verik egy kicsit. Én lejövök ide, megvárom, míg elverik. Mert... És megint elfeküdtek? És nem is tudom felkelteni? Az rámugrott a javából. Akkor szia! Hát nem kell nekem áldal mindenkivel szarakodnom. És a fiúk közül mind a kettő vissza is jön ilyenkor. Sárkány visszaáll, bár egy kicsit mérges. Jó, menő, menő. Ha, hát látszódott ugye, hogy nem jól indítottuk a fájtot, és mekkora káosz és kavalkád alakult. Mindjárt megfordul. Lehetünk. Így már jó lesz.
gyerünk. Nem egyszerű, ha nem tudod bekritelni. Ott lesz. Ott lesz. Megvan. Adott egy sárga turbán Commander helmetet. Zsangfejnek szóljunk már, kelljen már, fene legyen már egy csicska. Megbosszultunk néhány fickót. Találtunk új fegyvereket. Kellene egy kovács nekünk mindenképp. Nem tudom, hogy lehet-e kovácsot shrine-nál igénybe venni, vagy az mindig ilyen visszatérős. Bambusz E, azt mondja, hogy a crossbow az nagyobb damage-el, base attack-kal rendelkezik, fel is veszem. Úgy látom, hogy vízre kell húzni a karaktert ahhoz, hogy íjászkodhass effektíven a játékban. A Zumwander helmet egészen durván megtolná a damagénkat. A földre fókuszál, ezért felveszem. Olyanokat szeretnék hordani, és csak, ez megint csak földes. Kicsit rosszabb értékekkel rendelkezik, de jobb a scalingje. És a weight ratio-t is lejjebb tolja. Aha, ez még jobb, mert ez 60-asba kerül fel. És az még jobb weight ratio-t ad neked. Bár ez sárga, vagyis hogy lila, ez jön. Witch rituális robe. Aha, ez a metára fókuszál. És ez a cavalry armor lenne egyébként a stealth-ben a legkirályabb. Egyébként ritka cucc is, csak nagyon nehéz. Vigyázzunk arra, hogy a nehézséget ne lépjük át. Nézzük meg, hogy mik vannak itt. Ez ugyanolyan, mint ami rajtam van, egy kicsit jobb weight ratio-val. Ez 30, ez mindenképpen jobb, de nehezebb is. 46%-nál fogunk járni már hamarosan. És nézd, 56,9%-ig tudjuk feltolni. De nézzük, hogy a Zumwander Greaves az hogy működik. És azt is meg akarom nézni, hogy set bónuszt ad-e ez a dolog. Szia Katus, szia L4 Gordon, jó pihenést. És elméletileg mindennel meg vagyunk. Az accessories-ban van egy belt húkom. Hát nem jobb, szerintem nem. 1,6%-kal többet HP-zol, de köszönöm, nem kérem. És nézzük, hogy mennyivel leszünk nehezebbek, hogyha így játszunk. És itt hagytunk lootot, ezt most gyorsan felvesszük. Jönnek már a fiúk. Gyönyörű. Azt szerintem lement oda-vissza, onnan érkezett. Ne menjetek le! Jaj, jó, hát akkor menjetek le. Oj! Nem vagyok ebben én biztos. Főleg a többiek nélkül nem. Mi ez? Nézd, milyen kalapácsa van. Ez jó lesz így. Tökéletes lesz így, nagyon jó volt. Meg lesz szölve már is. Hát ez könnyű volt. És idén marking flaget lehet felhúzni, hogy tovább nyomassuk a staminánkat. Bejöhetünk ide a barlangászok közé. Itt van már a varázsfickó. Egy újabb loot. Crossbow Coral. Ez gyanús nekem. Itt többen vannak, mint gondolnád. Eddig jó. Meg lehet szúrni. Meg igen. Csak azért, hogy ne egyszerre támadjanak már ránk. Ez háttal van. Megint behívhatom a Divine Guardian-emet. Divine Beast-et utoljunk. Generális helmet, 3-as szint. És az jobb. A defense-ben nem jobb, súlyban rosszabb. Physical Resistance-ben jobb, és a Spirit Defense-ben. Ez Fire-re megy rá. Én megmaradok a földnél, ha már azt kezdtük el kihúzni. Dobótörés, minden egyéb királyság. Tartó oszlopok itt eltörve. Az ki? Az nem semmi.
igen, komolyba csináltak volna ránk ütést, vagy rajtunk ütést. És az ott szemben, az meg nem nagyon vágja, hogy éppen merre áll arccal. Három darab erő, az nagyon jól jön. Olyan kritikálisan nagyokat csapunk, egy húsztalanul nagyot megyünk tovább. Marking flagből még hármat fel lehetne húzni. Ez hülye ötlet volt. Ezt nem is nagyon tudja kivédeni már. Jó, de hova megyünk most ezzel a vidékkel? Vagy mi lesz ezen a... Turpisság. Nézd, oda lehet egy marking flaget felhúzni. És nem emlékszem, hogy én arra lettem volna. Itt egy... Opa! Az igen! Hát itt most majdnem nagyon lezuhantam. Ez egy battle flag. Tehát ez egy shrine. Szintet lépni még nem tudunk, de hogyha nyomatnék bele egy picit, akkor tudnék. Mennyit pontosan? 8004, tehát 2000-et kell, hogy belepakoljak. Szerintem van is nálam inventoriban 2000. Az 600. Hát... Mennyit mondtam? 8004-et? Lehet, hogy elhasználom. Szia, Ungari Sekőnig! Mennyire jön be neked a játék? Gondolkodtam rajta, mindenféle nagyon vegyes, majdnem negatívok az értékelések. Hogyha van egy kontrollered, akkor szard le az értékeléseket, mert nagyon fog tetszeni. Hogyha szereted a Niót, akkor szard le mindent, mert nagyon fog tetszeni. Én pedig azt mondom, hogy szard le mindent, mert nagyon fog tetszeni. Ez egy csodálatosan király játék. Na, pontosan annyi kím van, amennyit szükséges, egy kilóval még a viselhető terhek súlyát feljebb nyomhatnám. Földre 15-ös színbe nyomtunk rá. Talán hülyeség, talán nem. Talán mindenki ezt csinálja, talán rohadtul nem. Cicára viszont innen fentről rá lehet ugrani. Ez igen. Kettő van. Kettő macska van, de még jó, hogy a tankosságra rámentem, nem? Hallod, micsoda? Hogy szétvertük a macskát? Oda nézz! Ez igen. Na ezen meglepődtem, hogy így szétlett tépve a macska. Ó, kapunk sárkány Vein Essence-t. Mostantól 5 darab potink lehet. Az ki? Az nem semmi. Nem jól sikerült. Kettő van. Kitér. Nekem nincs bajom az optimalizációjával, szerintem rendkívül jól működik a játék, fluid, és hozza az elvárásokat, még többet is attól. Valami hátba vert. A szar vagy te, aki veregetsz? És van még egy ott szemben. Guanyu így felkelt már. Azzal ott mi van, aki ott van? Az még nem vett minket észre talán. Nem sikerült jól kivédenem. De nagyon erősek vagyunk, nagyon tankosak lettünk most hirtelen. Érezhetően tankosak. Kaptunk vissza egy potit is. És ide bejöhetünk a vízesés mögé is. Talán ez már a bossler. Viszont én még nem akarom ennyiben hagyni a területet, mert látunk itt még össze-vissza mindenfélét is. Ilyesetlen akarod játszani? Akkor meg aztán pláne nem lehet gondod. Meg fogja érni. Figyelj, a Niókat végigvitted? A Nió 1-et, Nió 2-t? Mert ez annak a csapatnak, a Team Ninja-nak a következő játéka. Úgyhogy, ha azokat szeretted, vagy hogyha a Sekirót végigjátszottad és a Sekirót szeretted, tényleg nem lehet gond. Grafikailag nagyon rendben van. A pályáknak ahogy összerakták őket, nagyon rendben van. Minden, amit én itt látok magam előtt, a harcrendszerek élvezetesek, nehéz rájönni, de ha egyszer ráérzel, hogy mit, hogyan counterelj és minden, akkor iszonyatos élmény, iszonyatosan komoly élmény, rendkívül jó játék. Jaj, mi történt, cica? Ez a macska is meglett. Ezektől úgy szívtunk, ezektől a macskáktól, és nézd meg most, hogy verjük. Na, visszajöttem ide, hogy körülnézek picit. Azt mondja, hogy a Shitesu
egy démon, ami nem, nem jelent fenyegetést az emberekre. Csak azt szeretne, hogy különböző fémeket magába vehessen, hát igazából felfalhasson. Hogyha felajánlasz neki tárgyakat... Small trinketeket? Adj neki mindent, amit csak tudsz. Jó. Hát, de hol van ez? Jaj! Na hát! Szevasz! De aranyos! Hát ez egy panda! Wow! Igen, tessék, droppolom neked. Egyed meg mindet is. Hát de aranyos! Mindenféle fémet akar enni. És akkor trinketeket ad cserébe? Vagy hogy van ez? Hát nagyon-nagyon sok mindenem van, amit neki adhatnék. Ennyien. Hogy lehet eldobni? Discard. Nem. Drop. Lerakod. Tekintott meg a néókat még nem, de megvannak. Tetszeni fog. Gondolta volna, hogy vannak barátságosak is. Sőt, cuki démonok is odakint. És ezért kapsz egy dekoratív notot. És hányat lehet ezzel megetetni? Hát de aranyos! Ez mire való vajon? Aha, ez a Defense 1-es, és akkor ilyen ki... Elaludt. Jaj, várjál! Hát elaludt, ez így nem nagyon jó. Adok neked ilyet is, ilyen... Alarm izét. Ez a Marching Dragon, Phoenixing Dragon Tail, ezt dobom el. Ezt is megeszi? Meghalt? Nem, megette. Az egy adnap mindenki láthatja. Igen. Nem volt időm, két évig tanultam, sulisztam, most kezdek majd melózni, tanulnom már. Nem kell, kicsit több időm lesz gémelni. Hát szerintem rosszul nem fogsz vele járni, de készülj fel néhány agybajra, és vértesz fel magad a türelem erejével. Az bizonyos, hogy kelleni fog, mert egyébként nehéz játékokról beszélünk. Dark Souls-okat játszottad legalább? Tehát, hogy valamilyen Souls-like Souls játék van a tartsajodban, amit már végigvittél? Szevasz, Elmefisztó. BSE 994-es összekövetést üdít nálunk. A vészkórusban ne felejtsd el elmondatunkat, ha nagyszarba kerülnél. Csak énekelj hangosan. És akkor arra lehetett volna még bemenni. De... Én szerintem nem végeztem még a területtel. Van egy olyan érzésem, hogy nem végeztünk még itt mindenhol. Most megnézzük, hogy merre lehet innen átmenni. Hoppá! Ez a csávó már megvolt egyszer, ugye? Mehet a lootolás, hogyha leugranánk, annak is működhetne a dolog. Sajnálom, nem jól kaptam el, de nem baj. És akkor, hogyha itt lejöttünk, itt balrább sem, ja, akkor menjünk vissza fel. Ja, hogyha a Sekiro megvolt és tetszett, szerintem a legközelebb ez a játék áll a Sekirohoz per pill, úgyhogy nagyot nem téved. Nem tévedhetsz ott sem. Szevasz, cica! Kettő van. Többiek jönnek már? Tökéletes. És egy nagy kütet bele léci. Perfekt. Meghalt. Iszonyat, hogy milyen tankos lettem hirtelen. De a damage-em is marha jó ellenük. Cavalry Armor. Azt megnézem, hogy milyen. Hát ezek még tovább tolják a weight-et. Range attack damage-et tolnak fel a Wuhuan Cavalry Armorok. Akkor nekem nem is jó. Nem jobb. Mozi készen áll, köszönöm. Nyomatom. Még ennek a helynek a bosszát le fogjuk győzni. Jó, most PS5-re egyben van, mind a kettő kollekcióban, akkor azt elkészítem. Hát én mindenféleképpen felkészülni.
azokkal a játszásra. Nem hagynám ki semmi pénzért sem, hiszen rendkívüli jó játékok. A csáva, aki ott áll, nem is nagyon vágta, hogy mi történt. Egy kis HP, aztán mehet az írtás tovább. Ott is van. Ott is van fent valaki, ezt érd el. Jó, és ide. Akkor a lootért jöttem. Renkettő ladder. Visszakaptunk egy potit is. És... ennyi? Még egy flaget se lehet felhúzni? Na várjál. Bejövünk erre felé, megnézzük, hogy itt mi van benn. Ismeretlen területnek néz ki. Ő nyírt ki téged? Ja, meg a három mágus. Fú. Egy megvan. Kettő megvan. Mit próbálkozol, mi? Jami gyerek. Jó, hát miután levertük a mágusokat, kicsit könnyebb dolgunk volt. Itt is van egy marking flag. Itt vagyunk a... izéknél, a hidráknál, ha jól látom. És hogyha itt lenézünk, akkor... csak le lehet oda ugrani. Amit meg is fogok tenni már is. Kicsit aggódom most, mert amúgy erre kell jönnünk, ugye? Ez itt a fő csapás. Hát nem tudom, mi legyen. Arra ráugrom. Ott is van egy. Ilyen kitéréseket nyom, nem? Amúgy gyengék a vízelementálok, erős spelljeik vannak. Nagyon mozgékonyak, de összességében nem nehéz mobok, hogyha meg akarod őket gyilkolni, megteheted. Nézd meg, milyen tankos vagyok. Na ez volt a kemény mozdulat, nem mondom. Azt hiszem, hogy elkaptam, de nem. Most már level 4-es lett a csapatunk és köztem lévő kötelék. Vissza kellene menni. Én szerintem itt már mindenképpen a fő boss érkezne. Azért benézünk még ide. Hát ez már nagyon Nio, ez a barlang. Ez már nagyon abszolút ugyanaz az érzés. Itt áll mögötte valaki? Nem lesz rajtunk ütés. Az erősnek tűnik, és mögötte van egy mágus. Menjünk a másik irányba. Erre mutatja amúgy, hogy mennem kell. Egy csapásból vége lett a Ferinek. Igazán keményen kapta. Marha jó a harcrendszer, nagyon élvezetes az előre haladás a játékban, és megéri mindenhová is benézni, látszik, hogy totál fel tudod erősíteni magad. Ez a hely, az ott az utolsó bonfire. Van előtte valami csicskagyász. Mindjárt megmutatom neki, hogy hol van a temető. A haverja még keményebbnek tűnik előtte, aki most érkezik meg. Ő az, level 20-as warrior. Meg kell, hogy öljük. A gyerek. Át szét lett verve. Oda néz. A generális helmete az már 4-es ritkasági szint. Berakjuk ide, amit be kell. Lépünk egy szintet mindjárt, de megnézzük ezt a helmetet. Könnyebb, mégis jobb. Stone Resistance, Saber Damage. Menjen. Tavasz Conan Mizu. Elkezdtem gyűjtögetni a gémeket, ami érdekelt a God of War, meg a Horizon. Van még tetszett a Returnal, meg a Sekiro, kicsit játszottam velük, de keveset. Akkor még a Niót, meg a Volongot megszerzem. Szerintem rendkívül jó játékokat fogsz játszani, hogyha itt teszel. Ám azért azt is tudni kell, hogy ezek tényleg nehéz játékok, tehát mondjuk egy God of War, egy Horizon, ezek könnyen végig játszható sztori játékok. A Nio, a Sekiro, azok viszont kemények. Na, Iabai! Hát Japánban vagy még mindig? Jaj, de király, hogy beköszöntél. Nagyon örülök neked. Hogy vagy, Mizu? Milyen az élet Japánban? Ez igen, képzeljétek el, hogy Iabai most nekünk 7 órával később ír, mint ahogy most van nálunk 1.19, nála már 8 óra van reggel. Hát nagyon örülök neki. Istenem, pont nem vettem észre, remélem, hogy lát, vagy itt van még. Ó, hát olyan csodálatos képeket tölt fel Iabai Instagramra. Nagyon tetszenek, és képzeljétek el, hogy megismerkedett egy japán macskával, igazi utcai harcos.
Tegel 90. Kyotóban, de nagy vagy. Hát komolyan. Hogy jött ez most neked, hogy hirtelen így egy japán utazás? Hát annyira király, hogy így bejárod a világot. Esküszöm, nagyon jó vagy. Na és akkor mikor költözünk oda? Van egy kedves barátom, volt kollégám, Béla, aki már több időt is eltöltött odakint, és szerintem fog is még kimenni. Shadow Warrior-ban modern sorozat? Mi a kérdésed? Ne haragudj, nem. Tegyél bele állítmányt. Ha hát nem vagyok túl jól, kezem jobban van, de lelkeleg off-on vagy, gondoltam benézik a kórushoz feltöltődni. Conan, nagyon jó helyre jöttél, csak a legjobb helyre. Csak a legjobb helyről a legjobbat. Csak neked, csak ma, és mindig máskor is. A twitch.tv.mókáson. Ezt vissza kellett volna küldenem. Ez nem volt jó. Vigyázzunk, nehogy hülyére verjön a csáva. Nem tudtam beadni, amit be kellett volna. Hova ugrál föl? Mágus miatt jöttek fel a fiúk? Igen, minden bizonyal a mágus volt az, aki miatt érdekeltséget láttak a srácok ebben, hogy őt elverjék. Tehát figyelj így, hogy velem vannak ketten, és gyakorlatilag elzavarhatatlanok ezek az NPC-k most, így nem érzem, hogy... Na itt mi lesz? Remélem, hogy nem boss jelenet. Így nem érzem a nehézséget a játékban. Ez mi? Ó, Cavalry Hat. És az arra való, hogy az Ammo Heldet plusz egyel megtolja. 5 éve tervezem, Covid is közbeszólt meg hát a pénz. Nagyon örülök, hogy sikerült annyit összegyűjtened karácsonyra, hogy beszállj az internetbe. Ez nagyon nagy király dolog. Gratulálok, és minél többet kérünk képeket, beszámolókat, mindeneket. Milyen napom volt? Köszönöm szépen kérdésedet. Nekem rendben volt a napom. Nagyon vártam, hogy játszhassunk ezzel a játékkal. Game Pass-re előfizettem, elkezdtük nyomni, és azóta is a mámor járja át a testem. Meg a napfény járja át a szívem újra. De csak egy szál bikinit hoztam el Kyotói útra. Remélem, hogy hiába többet is elvitt azért magával. Nézd meg a macskát, hogy megcsicskítottuk most. Jézusom. 10 per mennyi? 10. Egyértelműen 10. Aki szereti a Souls játékokat, aki szerette a Sekirot, szerette a Nioh játékokat, annak ez nem kérdéses, hogy ez a játék, ez 10 per 10-es lesz. Úgyhogy nem mászom, igyekszem környékére jutni. Nagy király vagy. És akkor mikor tartasz nekünk képes beszámolót itt a twitch.tv.mókáson? Ide nyomunk egy marking flaget, ez a 4 per 5-ös. Hát egyet nem sikerült megtalálni egy lokációt, ahol felrakhattuk volna, de így most már a Fortitude rank... Igen, jól mondtam. Az most már 19-es. Kellene majd egy pihenő rész. Már ott vagyok, felmennék, DC-re is tegyél képeket. Biztos, hogy fog, mert ő szokta használni, nagyon kedves tőle, hogy felrak mindent mindenhová. De gondolom most nem azzal akarta eltölteni az idejét, hogy különböző channelökbe posztolgasson, hanem csak a saját Instájára gyorsan, aztán ennyi. Csapkodás és csapkodás? Csak miért mondod? Olyan szépen megyek. Iván, milyen vagy? Odaú, level 3. Én szerintem erre kell mennem. Először leülök. Menjünk el. Itt van lent a nyugi hely. A megpihenő. Most már 5 darab potink lehet. Szintet lépni nem tudunk persze. Tényleg ennyi szintlépés után tanulhattam volna spelleket mondjuk a földágról. Wizardry spell, aha, de tanulhattam bizony. És csak van ilyen belső lélegzet. Gyorsabban töltődik a Divine Beast Gauge egy bizonyos ideig. Itt van a Cleanse, minden negatív effektet megszüntet rajtad zéróra, és a környező ally-ok számára is pozitív effektet ad, ami a negatív effektek felgyülemlését csökkenti rajtad. Minden fázisra, kivéve a metalra. Ez a Cleansing, ez király. Guard Formation, ez micsoda? Egy áreát pakol le, ahogyha benne állsz, akkor kevesebbet sebződsz. Ez a Lightning Rush, egy Lightning Boltot lő elé. Jaj, hülyét nézek, bocs. Earth, ezt akartam nézni. Itt láttunk valami érdekeset, a Stone Weapon-t. Igen, igen, ezt meg kéne tanulni. Hogy használhassunk mostantól földfegyvert. Ez meg a kőkeménység. Spirit damage-et csökkent. És single use effektet használ, ami a morale ranket.
Ó, hogyha bekapsz egy critical blow-t az enemitől, akkor nem megy rá a morálod. Ez is király, a force blow az micsoda. Egy támadással a föld erejét hívod elő. Ez a stone ailmentet tolja meg. Sand sink. Ó, királynak néz ki. Behúzza az enemiket a melléd. Mighty Shockwave. Ez is tetszik nekem. Jó, és még egy spellt megtanulhatnék. Ez a Force Blow, ez akkor lenne elérhető, ugye, hogyha a Quakebound meg lenne. És mi lenne még? Illusionary Shell. Ez 40 pont kell arra. Ez egy láthatatlan shieldet pakol köréd, ami bizonyos damage-et levesz rólad. Hát jó kérdés, hogy mit használjunk. Az biztos, hogy én a Stone Weapon-t szeretném, és akkor a Quakebound-ot is kellene ezzel párhuzamban, hiszen mind a kettő olyan. Azt mondja, hogy ide jobbra teszem be a Stone Weapon-t. A Mighty Shockwave is nagyon tetszett nekem. Ide rakjuk be azt, hogy Quakebound. Tehát a Stone Weapon-nek így gyorsabban menne fel a hatása, és akkor a Rock Spike helyére a Mighty Shockwave kerül be. Na, oké, nem sűrűn használjuk a spelleket, de most éppen volna rá igény. És hogyha erre megyünk, akkor itt már fő boss. Szevasz. Még él. Gondolom, hogy ugyanúgy, mint a Nioh-ban, megint le kell ugranunk a pókasszony visszanéz. Aha, ez arénának tűnik nekem. Igen, igen. Volt egy ajtó. Ki akarom nyitni. Üveg mögött találtad meg a szamuráj kardot, nagy király. Na hát remélem, figyelj, majd szeretettel meghívlak csatornánkra egy beszámolóra, hogyha lesz kedved esetleg mesélni. Szerintem nagyon sokan szeretnének eljutni Japánba. És sokakat érdekelnének az élmények, hogyha esetleg van kedved. 13-as szint. Visszaküldve. Az is visszaküldve. Ne szart behugyozol. Hát ez perfekt volt, mind a kettő, oda néz az, hogy... És erre mondja Iván, hogy csak hadonászunk. Hát visszavertünk egy spellt, és utána megcsicskítottuk gyakorlatilag Ferryvel a csávót. Ezt kinyitjuk most innen. Nézzük, hogy mit találunk itt mögötte. Minden bizonnyal egy olyan területet, ahol már járhattunk. Aha, ez a sárkányos terület. Ezt itt hagytam volna. Rank 2 ladder. Hogy hová lehetett volna azt a flaget felhúzni? Na mindegy, hát menjünk. Jaj, ezt tudod miért kell? Mert lehet, hogy a boss innen gyorsabb elérést biztosít? Vagy lehet, hogy kevesebb enemin kell átvágnod magad, hogyha erről jössz? Csak nem. Hát nem tudom, hogy ezt mire véljem. De nem, mert hát látod, erre jössz, akkor itt mindenképpen közelebb kell, hogy legyél a bosshoz. Ungarisa König, kösz szépen a követést. Itt nálunk a vészkorvusban, ne felejtsd el elmondatunkat, a nagyszarba kerülni, csak énekelj hangosan. Fegyvert nem fogunk átállítani, szerintem amink van, az megfelelő egyelőre. Lehetne egyébként... Azt kellene megnéznünk, hogy hol van kovács. Tehát itt a reszteléskor nincsen kovács lehetőség. Supplies-ban esetleg, nem, vagy csak buy meg sell. Wizardry spelleknél semmi a preparációban. Csak a Divine Beast beállítása van, semmi nincs itt. De akkor menjünk. Itt kell énekelni? A Kossuth Lajos című dalt, ezt ismered? De végig úgy kell énekelni, a Kossuth Lajos. Mehet. Te az antigézi. Van egy 40 cm-es agyak katonád? Hát de mi? Hát az hosszabb a valóságban, nem? Vagy másfél méter egy jó katona. Na gyerünk, jöhet a boss. A föld Lord generálisa. Az ellenség már majdnem rajtunk van. Kérem uram. Rendeljen el visszavonulást. És ezzel begyullad. Az igen. Oké, ne hunyászkodjatok meg. A missziónk egyértelmű. Hogy elhozzuk a nem tudom micsodát. Oké, Iyamai. Március végéig kint leszel Japánban.
Wow. Azok, akik elég hülyék, hogy kiálljanak ellenünk, vagy megismerik az igazi megbánást a tetteik miatt. Hát ez majdnem jól sikerült. Majdnem jó volt. Nyomd a pirosat, nyomd a pirosat. Agresszívan közelítjük meg. Nagyot kapott most. Ezeket le kell vernem a földről? Kapja, én is kapom. Tankossáni nagyon erősen kielégítő. Mikor hagyod abba a támogatást amúgy? Elkapott. Erős, erős, erős. Erre nem számítottam. Most addig nyugizik? Aha. Hát nem könnyű. Nem nehéz, de nem is könnyű. Spirit damage-ot bele kellene pakolnom pedig. Ott a vége. Most talán meg lesz. Gyerünk! Hát az hamar megvolt, hamar megvolt. A káosz rituális kardja. Feléled? Nem, nem, nem. Csodálatos győzelem. Aztán, amit beraktál. Nem használom, köszönöm. Na most már pofászhat a túlvilágon. Estén, tudod, hogy mit kell tenned? Na gyerünk, intézzük el. Mennyország sárkánya. Négy szemtanúja. A törhetetlen akarat és a szétszakíthatatlan kapcsolat. Nem tudom miének. Gondolom akkor itt most fogadalmat kötöttünk mi hárman. Szövetségesek lettünk. Zhang Feitől itt az emlékeket látjuk, halljuk, mindent csinálunk. Korrupt tisztekkel kapcsolatban. Aha. Pengével több ezreket levágott, akik csicskák voltak. És mégis nincsenek vége. Mint hogyha ez a háború csak a jó embereket gyilkolná meg, semmit hátra nem hagyva, vagy a söpredéken kívül mást hátra nem hagyva. Mivel, hogy komoly harcosok vagyunk, ezért meg kell, hogy védjük az ártatlanokat. Le fogom bizonyítani, hogy nem csak valami izé csőcselék vagyok, aki örre megy másokkal. Nagyon gyorsak sajnos a feliratok benne, nehéz lefordítani emiatt, de... Hát itt most így bóztalt magával kapcsolatosan. És ezzel egy újabb Divine Beast-tel lettünk gazdagabbak. Micsoda érzés. Már jó, de én sem éreztem ilyet, mondja a másik. Testvér, sértetlen vagy. Sárga turbán katonák elhagyták a területet. Menjetek ott az oltár mögé, Guangzhong felé. Guangzhong! Az orrántat husít, nekem is koszples. Követni fogjuk, és nem kétséges, hogy újra is találkozunk majd. Ha csak nem ölitek meg magatokat, mondja Zhang Fei. Menőség volt. Menőség volt ez a játszás ma nagyon. Megkaptad a jádét. Azon keresztül, hogy itt fogadalmat tettetek. És kaptunk mindenféle más rewardot is. Nagyon-nagyon jó ez a játszás. Én nagyon remélem, hogy ki fog tartani, vagy 60 órán keresztül. A tankosságunk az meglátszik most már a játékon, tehát nagy mértékben növekedett a
az ellenállási képességünk köszönhetően annak, hogy felpakoltuk magunkra a durva armort, nagyon látszódik, hogy milyen sokat is pakoltunk magunkra ahhoz képest, hogy láttátok, amíg fel nem raktuk azokat az armor piece-eket, amik ilyen 50-60% fölé nem vitték a vétrésiunkat, addig azért kaptuk, tehát ilyen, amíg 28%-on voltunk, nagy sebzések jöttek ránk, most viszont... 10万対2万だ 策はあるのか? 10000 emberünk 20000 ellen megy. Azt mondja, hogy lesz itt egy elterelő hadművelet, mondja a Chao Chao. Egy másik sereg pedig másfelé megy, nem rossz. De hogyan fogjuk megosztani az ő ereiket? Zhang Zhao, ez nem hülye. Hogyha őt is őrzik majd. Ó, találtunk egy titkos utat. Aztán az a legjobb opciónk, mondja Hong Jing. Tökéletes. Az események milyen csodálatos alakulása. Ezt pedig magammal viszem. Ahogy szeretnéd, mondja Chao Chao. A tig is nem lehet eltéríteni a példájától. Na, küzdjetek az oldalamon, és nevet szereztek magatoknak, mondja a csávó. Még nem játszottam végig a Hogwarts Legacy-t, de folyamatban van. Még sehol nem tartunk vele. A jövő héten hétfőn fogjuk újra elővenni. Egyébként marha jó kis játszáshoz is. Na! A Reinforcements-ben hívhatjuk segítségül a többieket. Nézzük, hogy hol van itt egy lehetőség a megpihenésre. Cliff irányából mehetünk tovább, de akkor valamilyen hegyre kell felmászni. Ezért jól átnézzük itt a sátrak tájékát. De mert benne lesz Lu Bu, ő volt a kedvenc generálisom régebbi játékokból. Érdekes. Nem ismerem, én a kínai történelemmel nem vagyok tisztában. De menőség, hogyha valaki vágja ezeket a dolgokat. Itt a kovács. Várjál, most beszélhetek vele, ugye? Uh-huh. És akkor itt meg le tudunk ülni. Nagyon jó. A kovácsnál mindenképpen fel akarom fejleszteni a fegyverzetünket legalább egy 3-as szintre. De tudok magamba tolni még egy szintlépést is, hogy még tankosabbak legyünk esetleg. Még nagyobb damagét is pakolhatnánk. Aha. Nem is tudom. 15-ön felül az Earth Virtue, az, hogy mennyire szükséges. De az Kucsi, mi a helyzet? Hogy vagy? Az van, hogy a Martial Artnak a Spirit Consumption rétjét venné le a Fire Virtue, és nem adna már neked damagét. Nem is értem. Ez itt pedig a Deflectionre adna 1%-ot, a max viselhető súly 1 kilóval menne föntebb. Itt meg ugye megmarad a HP plusz 7-tel megtolva. És a Spirit Defense is egy kicsit jobb lesz. Hát meg a föld elleni védelmünk 3-mal nő, fa ellen meg 4-jel. Hát menjen akkor a Wood Virtue. Sorozatoztatok pároddal? Na és milyen filmet néztetek? Nos, Kovács. Oké. Hát, hogy bármire szükségünk van, akkor igen, ő Mester Kovács akar lenni. Igen, tudom. Ez nem Raiden, csak női cosplayben. Vagy egy nő, aki Raiden cosplayeli. Mennyit beszélgetnek ezek, ahelyett, hogy upgrade-elhetnék. Na, a rituális kard, a káosz rituális kardja. Milyen kár, hogy itt nincsen rajta scaling. Dual Halberd és Fireből működik. Azért az igen komolynak tűnik nekem. Próbáljuk csak ki a dual Várjál, van base scaling-es bronze pole X. Nem mondod. Na ez lesz az szerintem. Csak kár, hogy a rarity elég csicska. A podau az nem jó. Én földre akarok menni. Keresünk egy fegyvert, aminek... Na ez a polán podau, a plusz egyesünk. Néz ki, hogy ez, hogy ehhez hozzáadva plusz egyet, akkor ott már egészen nagyba mehetnénk. Spiritetek benne van, mindenféle királyság van. Na jó, ezt fogom fejleszteni. És akkor mostantól ez plusz 2?
Stat felkérlek, és akkor nyomjuk tovább. Upgrade-ben. Mennyibe kerülne ez nekem? Van egy csomó renkettő stílem. Oké, plusz 3. És tovább nem nyomhatom, mert rank 3 stílem már viszont nincs. Na de hát rohadt jó a fegyver önmagában. Király. És hogyha upgrade-elni akarnám az armoromat, például ezt, akkor ezt meg is tehetném a rank 1 ladderrel, menjem. És a többit is lehetne ugyanilyen módon. Igen, 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 és még több defense-t pakolhatnék magamra. Mert miért ne? A Humble engem is érdekelne elég, hogyha linkeden keresztül regelek rá? Persze. Megéri minden hónapban, mert nagyszerű játékokat lehet kapni. 12 dollárért 8-9 játékot mindig kapunk, és abban nagyon jó címek is vannak. Szevasz, Szerisz, milyen a volong? Áh! 10/10-es a játék, 10/10-es. Komolyan mondom. Nem viccből. Nagyon jó a játék. Azt mondja, check all, eladunk mindent. Bár... ezt nem adom el. Olyat hogy lehet, hogy... check all és uncheck. Aha. Nem akarom eladni a dual halberdet. Meg ezt sem, mert kíváncsi vagyok, hogy ezek hogy fognak működni. Eladunk mindent, hogy legyen 188 ezrünk, és... sellben... még az armorokat is kifogom szerintem szanálni, bár a bracers az engem érdekelne, hogy nem tudok attól jobbat viselni. Nézzük csak meg a bracers equipment. Itt kellene valami, ami jobb ettől. És van is nálunk, aha, csak rendkívül nehéz cuccok. Aha. Nincs egy hármas királysági szintű dolog. Ezek gondolom már nagyon gatyák. 65,3 kiló, de nagyon szépen szkélel földből. Ezt mindenképpen felveszem. Sárga turbános Commander Greaves helyére pedig semmit nem fogok tudni felvenni, ami egyébként jobb lenne defense értékben. Viszont súlyban sem. Ez pontosan ugyanolyan, mint ami rajtam van. Ja, de ez úgy, ez level 1-esen annyi, mint ez a... aha, jó. 48, nem, itt nincsen semmi más, oké. És akkor beszéljünk, upgrade-eljünk. Lehetne még kettes szintre húzni az armorokat. Szerintem ezt megérni, ami a fejünkön van, hogy még nagyobb legyen. Várjál, mert a kezemben meg izé van, ugye? Gyakorban veszem a várost. Jó éjszakát, Iabány, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Mi meg megyünk és filmezünk a Discordon már is. Magyar címe Hóvirág, Snowdrop, korai sorozat, 2 kóra a szétválsának ideje alatt játszódik ilyen kémek meg minden. Érdekesnek hangzik. Szerisz, nagyon király a játék, nagyon tudom ajánlani, hogyha szereted a... bár tudom, hogy te nem szereted annyira a Souls-like-okat, de hogyha egyszer mégiscsak megszeretnéd, csak ajánlani tudnám neked. És akkor így szépen pénzünk, az meg lett, rank 2 leatherből még mindig van egy csomó király. A maradékot eladjuk. Várjál, most mit csináltam? Ja, most a sortingot állítottuk át. Ilyen gauntletem van, General of Men. Ja, de ez még az alacsony szintű lehet, ha jól gondolom. Pedig ez jó darab, ezt az egyet nem fogom eladni. Többi kimegy mind. 316 ezer kopperrel rendelkezünk, és ha vásárolni szeretnénk, látod, akkor most már 10 ezerbe kerülnek a tárgyak, tehát egy kicsit felerősített itt mindent is. Hát ezt megvehetném akár, mert nem kerül semmibe. Azt mondja, hogy... egy ideig több spiritet szerzel, miután elhasználod. Jó, egyet azért nem baj, hogy vettem belőle. És hogyha itt elkezdenénk gamblingelni, tehát hogy elkezdenék vásárolni ilyeneket, akkor különböző szintekbe pompáznának. Tehát, hogy például azt mondom, hogy a legjobb scalingű földfegyvert kiválasztom. Ez DSC minusz, ez a Wooden Hammer, ez elég erős. C minusz a Polarm, Podao és a Halberd. Nem vehetek tőle ilyen dupla Halberdet, amit láttunk, mert az is menő lenne. Na nézzük meg, hogy veszel egyet, akkor mi történik? Nem, ez csak fehér. Értem. Tehát akkor meg kell tudnunk, hogy hogyan tápoljuk fel ezeket a tárgyakat, mert egyelőre csak vásárolsz egyet, de még nincsen mágikus tulajdonságokkal felruházva. Jó, most nagy mértékben megnőtt a damagénk és az armorunk is egyben, úgyhogy innen fogunk majd tovább menni legközelebb. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma, remélem, hogy tetszett a játék, szerintem 10/10-es,
komolyan, hogyha valaki szereti az ilyesmit, az, akkor ez kihagyhatatlan, megkerülhetetlen játék. Muszáj megvásárolni és nyomatni, de hogyha valaki nem akarja megvásárolni, akkor az most a Game Pass-en kipróbálhatja 300 forintért, ha még nem volt előfizetés, ha meg volt, akkor 4000 forintért, egy hónapig a tiéd. Én azt gondolom, hogy az is megéri, és azzal is lehet jól szórakozni. Megéri, megéri. Nem tudom, a többiek nem voltak tankosak? Jól érzékelem, hogy itt többeket megbosszulunk ilyen alapmobokon? Vagy elbénázták, nem figyeltek, nem, nehéz elképzelni, hogy mi történhetett. Lassan futunk, kicsit ugrunk, köszönhetően a nálunk lévő súlymennyiségnek. Nagyon nehéz abba hagyni a játékot, nagyon szívesen játszanék vele holnap is, de holnap közelebb kell kerülnünk a Wasteland 2 befejezéséhez. Annak is ideje van szépen. Zseni. Zseniális. Oda felrakok egy flaget, ha már így alakult. Itt hármas csicskák vannak a terület elején még. Nincsenek túl nagy kihívások. Azzal, hogy kapott egy kritet, a moralitása egyet csökkent. De hogy vajon hogyan van számolva ebből bármi is, hogy valami level 2 vagy level 3-as, azt még egyőre nem tudjuk. Te vasz Iron Side, mi a helyzet, hogy vagy? Nézzétek meg, hogy mekkora damage-ünk van most már így ezzel a polármat. Én azt gondolom, hogy a tankosság és a kemény fegyver az így egyszerre nagyon-nagyon funny, de totál végigjátszanám a játékot úgyis, hogy akár spellcasterrel megyünk. Hiszem, hogy itt megfagyott a game amúgy. Nem baj, innen fogunk legközelebb tovább menni majd. Érdekes módon tényleg valóban megfagyott. Na, de hát ez azért történt, mert már abba akartuk hagyni, úgyhogy most már én nem is csodálkozom ezen, hogy azt mondta a játék, hogy megállunk egy picit, semmi baj, nem történik. No, holnap, tehát akkor Wasteland 2-vel fogunk szórakozni majd. Vigyázzatok magatokra, keresek egy helyet, ahova raidelni lehet. És a Wasteland 2 után, na, hogyha lesz még valami, akkor minden bizonnyal vagy a Forest, vagy pedig ez fog következni folytatásosan. Vasárnap a Forest 2-be tovább kell mennünk, és lehet, hogy volongozni fogunk egy kicsit, azt majd nem tudom még, mert én ezt a játékot igényelni fogom, az biztos. Tripla A kategória, ahogy Iván is mondja, imádja ezt a játékot. Ez a játék nagyon jól párba illeszthető most a Kirby. Kirby's Return to Dreamland Deluxe-szal, hiszen annak most nincsen játékos párja. Úgyhogy lehet, hogy majd Forest estéket is tartunk, bár én, nekem van egy sejtésem a Forest-tel kapcsolatban, hogy vasárnap befejezzük azt a játékot, mert nagyon előre haladtunk tegnap este a sztoriban, mármint, hogy megszereztünk olyan tárgyakat, amik az előre jutáshoz szükségesek, és most már csak ásni kell egy picit, lehet, hogy vasárnap befejezzük véletlenül, tudva, hogy early access, és hogy nem túl sok tartalmat pakoltak eddig bele. És akkor a többi cím, ami megmarad, az a Wasteland 2 lesz majd, és a Hogwarts Legacy. Meg hát ugye a Skyrim, Division 2, State of Decay 2, ezeket külön is rakom, mint ikonokat, hogy ezekkel mindig csak ilyen lassú lefolyásúban fogunk játszani, és idén végigvinni még azért őket. Ja, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma velünk, és vigyázzatok magatokra, ti is játsszátok ezt a játékot, hogyha szeretnétek. Neoavish.com-ról, Iván, te mennyire nem értesz ezekhez a dolgokhoz. Keresek valakit, akihez raidelni lehet, vigyázzatok magatokra, és holnap ugyanitt. Gyertek, filmezzünk a Discordon. Oj, úgy látom, hogy QTMI még ébren van, úgyhogy akkor hozzámegyünk, hiszen ő vészkórista streamer, biztos nagyon fog örülni mindenkinek. Viselkedjetek vele szépen, mert egy nagyon kedves személyiség. Jó éjszakát, jó pihenést, sziasztok!